Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Jövő héten kezdődik a parlamentben a 2022-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitája. Ahogy arról Varga Mihály pénzügyminiszter már beszámolt, például az egészségügyre 769 milliárd forinttal több jut, a nyugdíj kifizetések összege 225 milliárddal emelkedik, és továbbra is kiemelt helyet kap a családok támogatása és védelme. A számokról és a részletekről beszélgetünk Pósán Lászlóval, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye, ami először eszébe jut az embernek itt, ha már költségvetést kell tárgyalni, akkor az az, hogy vajon mennyire lesz nehéz dolog jövőre helyre rakni az országot gazdasági szempontból. Mégis csak volt ez a világjárvány, ami Magyarországot is hát extra költésekre kellett, hogy kötelezze vagy szorítsa. Ezt mennyire lehet majd rendbe rakni jövőre ezzel a költségvetése? Ugye azt is mondták, már úgy is fogalmaztak, hogy az ország újraindításának költségvetése lesz az a 2022-es. Nem lesz egyszerű, ez kétségtelen, de rossz hírként azért említsük meg, hogy sajnos a járvány az nem múlt el, csak a vakcinákkal sikerült visszaszorítani, és hát reméljük, hogy minél nagyobb arányú lesz az átoltottság, és annál nagyobb a létbiztonságunk. De sajnos ez a vírus még itt lesz velünk. Ez nyilván egy olyan bizonytalansági tényező, ami nem csak nálunk, hanem az összes többi európai országban, meg a világ összes országában a költségvetés tervezésénél, hát hogy is mondjam, egy fekete lóként van ott, hogy vajon ez visszajön, nem jön, mit kell csinálni, hogy kell, milyen ütemben kell újra és újra majd az oltásokat hozni. Meg persze orvostudományi kérdés is, hogy mennyire rendelkezünk precíz, megbízható információkkal az adott vírus természetét illetően. De az tény és való, hogy a gazdaságot és az egész életet újra kell indítani Magyarországon. Ebből a szempontból már eddig is jó néhány lépése volt a kormánynak, ami ez irányba mutatott. Alapvetően, anélkül sorolnám az összes intézkedés, a lényegét mondom, ennek az volt mindig a középpontjában, hogy amennyire lehet, próbáljuk megőrizni a munkahelyeket, próbáljuk megőrizni azt, hogy ha sikerül már az életet normálisabb kerékvágásba visszaterelni, akkor nagyon gyorsan a gazdaság minden szektora magára találhasson, ne kelljen megint csak munkaerő problémákkal szembenézni, ne legyen munkanélküliség. Tehát magyarán nem segélyezés volt, hanem munkahelyvédelmi támogatások. Sok esetben átvállalt az állam ugye a cégektől bér jellegű kifizetéseket is, vagy hozzátett jelentős támogatásokat, adókedvezményeket tett, gyorsan hozzájutható újraindítási kölcsön akciókat vezetett be. Tehát ezeket értelemszerűen a továbbiakban is akarjuk vinni. Nagyon sok összeget irányoz elő a költségvetés a gazdaság újraindítására. Egészen pontosan ez 7308 milliárd forint. Modern magyar történelemben ilyen volumenű gazdaság fejlesztési, gazdaság talpraállítási, vagy egyáltalán a gazdasághoz kapcsolódó program, költségvetés még nem volt. Ez mind-mind összefügg azzal a szándékunkkal, amit úgy fogalmaznak meg egyszerű hétköznapi nyelven sokan, hogy hát előzzünk a kanyarba. Ugye ez egy hatalmas összeg, nyilván ez fel is foghatatlan egy átlagember számára. Itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az összeget úgy felhasználni, hogy annak valóban legyen aztán haszna, látszata. Szijjártó Péter mondta azt ugye itt a járvány idején is, hogy azért kell ilyenkor is erősíteni a vállalkozásokat, hogyha újraindul az élet, a gazdaság Európában, akkor egy előnyösebb pozícióból indulhassunk. Erre rá lehet még segíteni majd jövőre? Kétségkívül már eddig is, és a jövőben is az a szándék, hogy azokat a magyar vállalatokat, amelyek kifejezetten jól szerepeltek már eddig is exportpiacokon, azokat még jobban erősíteni, mert a magyar gazdaságnak bevételét lényegében az export révén tudjuk megteremteni. Erősíteni kívánjuk, és eddig is már voltak ilyen programok, ez a jövőben csak gyarapszik, azoknak a befektetéseknek az ösztönzését, amelyek magasabb hozzáadott értéket képviselnek, ha úgy tetszik, a versenyképességi oldalon ez egy jelentős előny. Minél fejlettebb technológiát investálni a gazdaságban, ezt is már eddig is támogattuk, a jövőben a költségvetés logikája szerint ezt még inkább akarják támogatni. Úgyhogy elég sok irányú az elmozdulás. Egy biztos, hogy a lehető legversenyképesebb
eljárásokat, technikákat, ösztönzők, rendszereket próbáljuk érvényesíteni. Ugyanakkor ugye több aspektusból érdemes ezt megvizsgálni, ezt az előterjesztést, hiszen például azt mondták, hogy a családtámogatásra rekordösszeget fognak tudni fordítani a Fidesz. Tehát ilyen helyzetben is hű marad a saját filozófiájához, és költ a családokra, akkor is, hogyha egy ilyen nehéz éven vagyunk túl a gazdasági szempontból. Sőt, túl se vagyunk még rajta. Ez kétségtelenül így van. Hát azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év ékesen rácáfolt arra az álláspontra, ami szerint lehetetlenség, ez volt a klasszikus, vagy úgy tetszik, liberális közgazdász vélemény, lehetetlenség egyidejűleg családtámogatást, versenyképességet növelni, adót csökkenteni, és így tovább. Most az elmúlt 10 év meg arról szólt, hogy az egész polgári kormányzásnak a gazdasági filozófiája és a gyakorlata erre ékesen rácáfolt. Mert egyidejűleg lehetett növelni a foglalkoztatottak számát, a családtámogatást, a gazdasági növekedést, mérséklődött a munkanélküliség, 12%-kal vettük át körülbelül 2010 táján az országnak a munkaerőpiaci képét, ha nézzük, és most 3%-nál vagyunk, úgy, hogy közben valóban volt egy pandémia is. Tehát lényegében az eddigi bevált, általunk kitalált, unortodox, nagyon sokféle jelzőre illetett gazdaságpolitikát visszük úgy tovább, hogy még nagyobb lendületet szeretnénk ennek adni, mert az bebizonyosult, hogy minden forint, amit a családokra költünk, az megtérül, és forintosíthatóan gazdasági előnyökkel leírható. Úgyhogy ez ilyen egyszerű képlet. Valahol migránsokkal akarják megoldani a demográfiai problémákat Magyarország családtámogatással, és ez láthatóan azért működik is. Egyébként 2778 milliárdot irányoz elő, nagy sarokszámként a költségvetés a családtámogatásra. És ez azt is jelenti, hogy ebbe már beleszámoljuk természetesen azt a újabb lépést, amit nem olyan régen jelentett be a miniszterelnök, hogy a 25 év alattiak, azok mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. Ennek kifejezetten az a célja, hogy legyen pénzük, kezdő tőkéjük a családalapításhoz, és egyúttal közgazdasági nyelvre lefordítva ez azt is jelenti, hogy meg lehet növelni egy újabb réteggel azt a kört, amelyik a napi fogyasztói körben, mint potenciális fogyasztó és vásárlóerő jelenik meg, mert a belső fogyasztás az jelentősen tudja generálni a magyar gazdaság fejlődését. Hol jelenhet még ez a hatalmas összeg, ugye megint csak 2800 milliárd forint, megint egy felfoghatatlan összeg, milyen jellegű támogatásokban, hogyan oszlik meg ez? Hát ez jó részt tartalmazza az összes olyan családtámogatási kedvezményt, ami már eddig bevezettetett. Nyilván ezek fokozatosan gyarapodtak, nőttek, úgyhogy ezek most mind megmaradnak, tehát ezzel azt kell érteni, hogy benne vannak nyilvánvalóan a családtámogatások, benne van a csok, benne van a használt lakás felújítására vonatkozó kedvezménykör, benne van az áfa és az illetékmentesség, tehát nagyon-nagyon széles kör, és ezek így mind együttesen jelennek meg. Az a álláspontunk, hogy a munkajövedelemből adjunk kedvezményeket a családoknak, a gyerekeket eltartóknak, nem pedig segélyeket. Itt ami még érdekes volt, és amiről már szintén beszámolt ugye korábban a pénzügyminiszter, hogy fog jutni az időseknek is. Ugye a 13. havi nyugdíj visszaépítése az folyamatban van, folytatódik is, legalábbis így vezették fel. Mire számíthatnak a nyugdíjasok a következő évben? A nyugdíj kifizetésekre összességében, ami klasszikusan a nyugdíj járulék, vagy nem járulék, bocsánat, a nyugdíj járandóság, arra van egy többlet, egy 255 milliárdos többlet, ez nyilvánvalóan összekapcsolódik a nyugdíj emeléseknek a ügyével. Emellett a 13. havi nyugdíj visszaépítésére 166 milliárdot különít el a költségvetés, és van egy olyan összeg is félretéve, megcímkézve, ami a nyugdíjprémium kifizetése vonatkozik. Ugye ismerős, ezt is a polgári kormány vezette be, hogyha nagyobb az infláció a tervezetnél, akkor a nyugdíjakat azt korrigálják. Ha nagyobb a gazdasági növekedés 3%-nál, akkor ahogyan mindenki más ennek az előnyét élvezi, a nyugdíjasok is élvezik oly módon, hogy úgynevezett nyugdíjprémiumban részesülnek. És most úgy számolunk a költségvetésben, hogy egy olyan 5,9%-os gazdasági növekedés várhatóan lesz a 2022-es évben.
Ehhez hasonló nagyságrendet egyébként a nemzetközi elemzők is ugyanígy prognosztizálnak. Többek között olyan elemzők is, akik korábban egyébként bennünket inkább negatív, mint sem pozitív színben tüntettek fel. Tehát úgy tűnik, hogy megalapozottak lehetnek ezek a várakozások és számítások. Úgyhogy a nyugdíjprémiumra is el van különítve egy majd 70 milliárdos tétel, úgyhogy ezek elég jelentősek természetesen. Az a fő cél itt is, hogy a nyugdíjas korosztálynak azt a megbecsülést, ami megilleti őket, azt kézzelfoghatóan valósága is tudjuk tenni. Ugye nyilván ezek közvetett módon érintik ugyanúgy a debrecenieket is, amikről már beszéltünk, de van mondjuk direktben olyan tétel a költségvetésben, ami csak Debrecennek kedvez, hogy úgy fogalmazok, hogy ezt fel kell, hogy tegyem, mint debreceni lakos. Hát vannak olyan tételek, amelyek kifejezetten kormányzati, vagy hogy a központi költségvetésből származnak, és Debrecen a címzetje. Még ha nem is feltétlenül találjuk meg így leírva ezt a sort. Hát az egyik ilyen a Csokonai Színház, illetve a Latinovics Színház felújításához kapcsolódó tételek, mert hogy ezek megfelelő ütemezettségben érkeznek, és ez nyilvánvalóan érinti azért a jövő évet. Ugyancsak ide kapcsolódnak azok a kiadások, amelyek a debreceni iparfejlesztése összefüggő infrastruktúra, mind a vasúti, mind a közúti csomópontok, terminálok kialakításához kapcsolódnak, ezeket mind központi költségvetésből finanszírozzuk. A Civakva program az ugyancsak állami költségvetést terhelő keret. Egyáltalán a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési tervnek a megfelelő ütemezettségi részeit, ha ide vesszük, akkor az úgy szintén ugye címkézetpénz, és hát nyilvánvalóan ide tartoznak azért a repülőtérrel kapcsolatos elképzeléseknek majdani megvalósításai is. Ugye erről a hírről már lehetett olvasni, hogy a magyar állam kifejezte azon szándékát, hogy a debreceni repülőtérben tulajdonos legyen, legalább 50%-ban, úgyhogy ez úgy szintén itt Debrecenben fog landolni. Tehát egészen sok ilyen tételről beszélhetünk, és akkor még ne felejtsük el, hogy az egyetemhez kötődően is van jó néhány ilyen tétel, a legnagyobb a vakcinagyárnak az ügye, úgyhogy jó néhány Debrecent érintő költségvetési forrás fog majd a későbbiekben ugyancsak Debrecenbe jönni. Na hát várjuk ezt a vitát, köszönöm szépen, hogy itt volt, és jó munkát kívánunk a jövő évre. Köszönöm szépen.